Szasztok, üdvözlök mindenkit ebbe a mai kukkantsuk meg videóba. Ez a Grounded nevezetű játék, ahol a hangyák méretére fogunk lealacsonyni, és így fogunk túlélni. Ez egy ilyen túlélős kalandjátéknak mondható. Nézzük is meg, hogy mit tartogat. 2020-as a játék amúgy. Survivor módot választjuk, ezen belül is a médiumot. Kreatívba gondolom építkezni lehet. Tovább megyünk. Kivel legyünk? Van itt olyan, hogy Max, Willow, Pete, meg Hoops. Hát mindenki gyerek, ahogy látom. De én azt mondom, hogy legyünk a Petivel. My name's Peter. My friends call me Pete. És mi legyen a yardnak a neve, tehát a pálya neve. Vico kertje lesz. Vico kertje. Tehát a saját kertembe fogok így mozogni igazából. Töltőképen, ugye gyerekek vagyunk, és hangya, kullancs szinten fogunk mozogni. Remélem minden hallható. Itt nézzük a tévét. Megy valami mesesorozat. Oké, nem tudom ez miért olyan érdekes. Mindegy, itt egy tévéreklámot láthatunk. Hot dog, Amerika, minden, olcsóság és a hírek. 1990-ben járunk. A híreket hallgatjuk. A rendőrség kiadta, hogy 4 tinédzser eltűnt. Ugye az a 4, akit az előbb ki tudtunk választani. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information. És itt van az asztal, ahol mi egykor étkezhettünk. Lehet ez a 4 tinédzser itt ült. És valahogy innen indult ki ez a dolog, hogy mi eltűntünk. És igazából szerintem a játék lényege az ez, hogy mi hogy lettünk ilyen aprócskák. Ott egy Kati csabogál, de aranyos. És itt a kert. Obsidian Entertainment. Ők csinálták a Kotort is. Lemegyünk egészen a hangya szintre. Nagyon durva méretek lesznek itt. Itt a fűszálak, a rügyek, a kis kavicsok, a humusz található meg ezen a szinten. Az ott egy pénzérme volt. Locsoló, elkorhat levelek. Ez ugye most egy videó, de amúgy a játék maga is nagyon szép, és egy ejtőernyővel érkezik egy bőrönd, mint valami Amerika kapitány, Superman feelingű sorozatban. És itt a bőrönd, ami kinyílik. Na nézzük, itt vagyunk a kezünkkel. Wow! Petével jöttünk. Oh, looks like you really stepped in it this time. Just where in the world are you? Nem tudjuk, hogy mi van. Keressük a honfitársainkat. Remember your scout training. Step one, get your bearings. És akkor már átvettük az irányítást. Itt ugye 4 hely. Nem, ez nem 4 hely. 1, 2, 3, 4. Ez 5 hely. De viszont 4-en voltunk, akkor miért van 5 hely? Nem tudom. Na. Itt megyünk lent, földi szinten, gyökerek közt, és itt látható, hogy egy baseball labda milyen hatalmas hozzánk képest. Amúgy nagyon szép a játék, ott a házunk, itt meg valami cucc van, valami lézernyalábos cucc. Ez nem tudom, hogy mit fog majd csinálni. Itt pedig egy kis pocsolya. Fel tudjuk venni az ilyen kis kavicsokat, ilyen kis rügyeket, hajtásokat. Mindent szedjünk fel, későbbiek folyamán. Hoppott egy hangya.
Hú, az támad? Ajaj, ujj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 j
sikerült, remélem legalábbis. Bal alsó sarokban miket látunk? Látjuk a ivóvizet, mellette a csirkecomb, ugye az az éhínség. A piros az a életünk, a zöldes, kék az pedig a energiánknak a szintje. Felszedjük az ilyen kis növényi szálakat, vagy hogy is mondjam, plant fiber, meg a... Hoppá, valamit jelez. Mit jelez? Nem tudom. Hopp, ez mi? Gyanta. Ugye? Ez gyanta. Szedtünk fel... Gyanta. Jó, de aranyos, te mi vagy? Te mi vagy? Ez micsoda? Hú, de gyors. Levéltetű. Nem levéltetű vagy? Ezzel úgy látom, még nem tudjuk kivágni ezt a fát. A kezdetekben arra már rájöttem, hogy az ilyen kis gombákat tudjuk megenni. Valami jön. Te mászkálsz itten? Ez be van ide akadva. A hatos, nem? Most a hatos. Csak ugye a hatossal meg tudjuk szépen enni. Ez ugye visszatáp egy kicsit nekünk a éhínségbe. Szedjük fel a kis köveket. Mi van itt? Ez micsoda? Ó, itt van ez a cuki valami. Jaj! Ez a atka, ugye? Az a májt. Hopp, ez egy ugrál, de ki lehet kerülni okosan. Ennek a kőnek eléggé kicsi a sebzési távolsága, vagy hogy mondjam, a range-e. Ó, hogy rohadjál meg. És milyen sokat sebez? Jaj, van még egy. Na mindjárt meghalunk már itt a játék elején. Aja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 j
de jössz. Ajaj. Jó, futunk. Ne már, nem akarok meghalni már is. Így gyorsan menjünk oda, amit jelez. Elfogyott a energiánk, elfogyott a mindenünk. Úgy gyorsan követtek még? Ugye nem? Jó, mindjárt meghalunk, nagyszerű. Együnk. Ez nem viszi fel a életünket? Úgy látom, ez nem viszi fel. Hát, nem örülök neki. És akkor itt van ilyen field station, ilyen kutatóállomás féleség. Közben ezeket a rügyeket szedjem már fel. Amúgy a tabot, hogyha megnyomjuk, itt van a inventory. Mutációk lesznek majd később a játékban. Itt lehet craftolni, na most még nem tudjuk, hogy miket tudunk, mert ezeket majd ki kell fejleszteni, vagy valami ilyesmi. Hopp! Granolabár. Ezek mondjuk érdekes módon, ezek ilyen kicsik, de eléggé teli vagyunk most. És itt mutat nekünk, hoppá, egy hangya, ilyen kis tutoriált, hogy vannak ugye ezek a cuccok, amiket felszedünk, berakjuk a gépbe, és abból lesz nekünk egy ötlet, hogy abból mégis mit tudunk majd craftolni. Ez az analyzer. Well, logic dictates that there are probably more az a program, ami kell nekünk. Maybe if I keep searching, I'll find some clues. Or someone. És akkor így meg fogjuk tudni, hogy mit tudunk belőle majd craftolni. Na, analizáljuk mondjuk ezt a szövetet. Aha, ott a bandázs. Azt én egyből el is fogom nyomni. Agy erőt kaptunk, 15-öt. Springből, a kis hajtásból mit tudunk csinálni. Speaky Spring, ez gondolom ilyen tüskés. Aha. Ó, Roasting Spit, ez ilyen sütőhely, gondolom. Kerítés lehet, ugye lehet építkezni, mint egy rendes túlélős játékban, csak itt ugye minden a hangya szinten működik. Might Fuzz. Ez pedig a atka. Nyíl. Sapkát tudunk csinálni. Na, még mielőtt itten bármi ránk tör, én azt a bandást el akarom készíteni.
mi kell hozzá. Kell még egy ilyen gyanta. Nézek még további ilyen... Mit ír ott felül? Ja, már nem azt írja. Találjak vizet. Ott ugye a Survivornél írja. Analyze a pebblet. Ez egy pebblet, amit éppen fogok, ugye? Ja, csak töltődik, és 10 óra 11-kor fog betöltődni. Hú, ott valami nagy megy. Katica bogár. Az igen. Az durva. Amúgy a játék az nagyon szép. Tehát a színek nagyon jól el vannak találva. De ez nem valami izé volt. Holló. Vagy nem holló, varjú. Tudti, hogy simán meg... Oh, basszus, ott van! És ha ránézünk, akkor így... Nem, előbb, mint hogyha így a fókusz változott volna. Remélem nem fog engem itt megtámadni ez a varjú. Na jó. Ajaj, te mi vagy? Ez egy ormányos valami. Te mit csinálsz? Vívil. Gyantát kéne találnom, hogy tudjak bandást csinálni. Viszont... Meg vizet. Vizet kell találni. Na most vizet találhatunk úgy, hogy vannak ezek a pocsolyák, viszont azok szennyezettek. Inkább nem megyek annak a közelébe. De te mi vagy? Amúgy el is lehet dobni a követ. Aha. És a katica az gyilkos, nem? Az megeszi az ilyen kis atkákat, meg kis levéltetüket. Tehát vizet tudunk úgy találni, ahogy mondtam, hogy pocsolyából, de az leveszi az életet továbbá. Ez itt nem pocsolyának számít. Hú, azt a katicát is lehet el kéne kerülni. Továbbá, hogyha van a fűszálakon ilyen pára nedv kis vízcsepp, akkor az a tiszta víz, és azt tudjuk itt a játék elején még egészségesen fogyasztani. Azonban, hát nem nagyon látok ilyet. Éjszaka nagyobb valószínűséggel van. Én hogy megdobok egyet, mi történik? Aha. Na, nagyon nem sebzem. Ó, de ő ilyen barátságos valami, mert nem támad vissza. Ebből mit kaptam? We will meet, az biztos majd meg lehet sütni. Jaj, aj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 . On what errand does the day find you? Tudok menteni? Ajaj, ott repül a madár. Te bántasz? Katica bogár. Galamb hangja van a katica bogárnak. Ladybug. De aranyos. És meg lehet téged ülni? Vagy mit lehet veled csinálni? Meg nem támadom, ez valami boss lehet. Hallod, utazok a katica bogaron, kurva jó. Na, ilyen cseppet akarok találni, meg gyantát. Jaj, a hangja! Te mit csinálsz? Jajjáj! Az bánt, nem? Piros volt. Na jó. Dew drop. Az kell nekem. Na ott mutatja is. Ezt kerestem. És remélem nem fog megtalálni egy kis atkatetű. Amúgy így a levelekre fel lehet ugrálni. Ilyen parkűrösen. Innen ha leesek, meghalok? Nem? Aha, és akkor így leesett. Jó. Teljesült ez a task. Ezt a hatost meg kéne elni, nem? Hát, ha gyógyít is. És gyantát honnan szerzek? Amúgy van térképünk, az M betűvel tudjuk megnézni. Ugye itt... Hol vagyunk? Ezek vagyunk mi? Várjál. Ez vagyok én. Aha, az vagyok én.
Field Station az ott van, és itt én felfedeztem a baseball labdát, ami ott van. Tehát lehet így ilyen helyeket találni, amiket így bejelöl a térkép, ilyen point of interest szinten. Na most erre felé mi van? Aha, itt már ilyen elszáradt bajom van. Vagy nem is tudom, hogy hívjam ezt a kertnek a elszáradt része. Elszáradt kis csonkok. Na, ajajajajaj. Ugye ti nem? Te ez itten izé, hangyaboly. Ugye? Ujj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 
Iiii, seggembe érzem. Ott mi történt azzal a fűszállal? Jaj. Fú, de elveszettnek érzem itt magam. Olyan rémisztő, hogy minden olyan nagy körülöttem. Ez a kis aranyos bogár, ez micsoda? Ilyen szettet akarok találni. Nem lehet csak úgy megölni, úgy látom. Na jó, tudjátok mit? Vágunk és keresünk szeppet. Szeppet ugye nem találtam, de most ide inkább visszajövök, és akkor kitanulmányozzuk ezt a követ, hogy ez mit ad. Na, tudunk már Spirit és Axot csinálni. Akkor én azt mondom, na, az agyenergiánk az felment, szintet léptünk. Így, hogy szintet léptünk, feloldódtak dolgok. Ugye? Ugye ruhákat tudunk, és kalapácsot tudunk csinálni. Mit tudunk csinálni? Ez micsoda? Ja, ez a bogárhús. Ez meg a szárazfű. Szárazfűből. Aha. Jó. Oké. Akkor az életünk az úgy látom, hogy nagyon nem akar visszamenni. Azt mondja, hogy csináljunk egy axot, hogy most, ha már tudunk csinálni, akkor legyen egy ax. Craft. És akkor itt... Aha. Tehát így be van kategorizálva. Ilyen nyersanyagokat lehet. Itt ugye eszközöket, fegyvereket, a páncélzatot, gyógyító dolgokat. Igen, ez a szepp, ez kéne valahonnan. Erre itt a kamerát arrébb teszem. Kamerát, a telefont. Na, csináljunk egy ilyen spirit, mert nagyon gyengék vagyunk, és bőven-bőven van nekünk nyersanyagunk. Ha ez lassabban üt, de erősebb. Ez meg nagyon gyorsan üt, de gyengébb. Jó lesz ez. Ezzel meg ki tudjuk vágni, gondolom, a dolgokat. Viszont kell hozzá kötél. Kötélt pedig tudunk három ilyen... mi ez? Fonálból csinálni. És akkor csináljunk egy ilyen kalapácsot. Vagy ez lehet, hogy nem is. Ja nem, nekem ax kell. Ó, Axel Fóri. Na, akkor még egyet csináljunk. Csináljunk pár darabot. Oké. Okay. Jó, és akkor csináljunk egy axot, és akkor ezzel tudunk kivágni fűszálakat. Torcsot is lehet. Nagyszerű. Ezekre meg még itt nincs keret, ahogy látom. Jó. Mi a következő küldetésünk? Hova kell menni? Ahogy látom, betette ide a kettes helyére. El is tudjuk dobni. Hú, de gyorsan dobja el. Aha. Tudunk blokkolni, errel eldobjuk. Sima kattintással pedig ütünk. Aha. Ezzel tudjuk kivágni az ax-szal a füvet.
Nagyon durva, hogy fűszálat kell kivágni. Na? Lehet ilyen erősebb ütés? Aha, ebből mi lett? Ilyen plenkek lettek belőle. Ó, na ebből gondolom meg építkezni kell majd. Na ez itt most nekem ide nem kell. Itt hagyom, jó? Majd max ide visszajövök érte. Öljük meg csak ezt a kis barátunkat. Aha, nagyobbat is sebzek azért rajta. Szerencsére. Legalább ezért megérte lekraftolni. Mysterious machine-t kell, ami ott van, míg amíg itt az előbb tébolyoltam, kolbászoltam erre-arra. Akkor találtam ezt a gépezetet meg. Lean-to. Ez ilyen kis fedezék. Ó, valami jön. Te bántasz? Amúgy az a granola nem viszi fel a hátat? Dehogy nem. Lehet meg kéne enni. Nem, nem eszem meg a másik granolát. Van még egy granola, az felvisz az életünket is. Mi vagy te? Ez a légy! Az anyád. Hogy gurul? Gnat. Oké. Azt mondja, hogy ilyen fedezéket kéne csinálnom. És ahhoz ilyen kell... Ó, lóhere! Vágjunk akkor lóherét, hogyha már azt írod. Oké. Lóhere leveleket kaptunk. És akkor építsünk egy ilyen lean tut. Hát én ezt most viszonylag szerintem közel fogom tenni a bázishoz. Vagy mi az a research. Ugye spring, rosszat ütök, ezt kell ütni. Oké. Nagyszerű, és akkor csináljunk egy ilyen lean-tút. A B betűvel tudunk építkezni? Aha. De én nem ilyet akarok. Lean-tút, aha. Itt vannak a kerítéselemek. Ezek a... Ilyen minden, ez a bútor, ezek meg csapdák. Nem is tudom, mindegy, építsünk egy ilyen lean-tút, mert jön az éjszaka. És én ezt hova tegyem? Nem tudom, hogy hova tegyem. Egyenről leteszem ide az út közepére. Oké. És akkor belepakoljuk így szépen a cuccokat, és tudunk is aludni. Na, nem akarok aludni, az éjszakára viszont kíváncsi leszek. Use, respawn point. Ah, beállítjuk respawn pontnak. Oké, esteledik. És szerintem a következő rész az innen lesz, és az éjszakával fogjuk folytatni. Érdekes egy játék, ilyen kis kalandozós, túlélős. Furcsa, én még sose játszottam vele, tanulgatni kell a dolgokat. Szerintem ennyi első blikre jó lesz. Minden jót, ha tetszett, like, ha nem, akkor nem. Aztán ennyi. Hello, sziasztok!